Hallgassuk. Jó napot kívánok, Bacsa Gábort keresem. Én vagyok az. Budapestről vagyok ebből a közvetítő irodával, és hogy külföldi munkát tudunk magának ajánlani Írországba. Mert mondták, hogy... Írországba? Igen. És milyen szakterületen? Hát átállványozott, azt mondták a kollégák, hogy volt valami papír be volt adva, hogy átállványozó szakmája megvan magának. Igen, megvan. És hogy érdekelné-e magát ez a szakma? Érdekelne. És melyik területen lenne? Dublin mellett egy, nem tudom, egy 50-60 kilométerre van egy falu, és ott kéne egy nagyobb házat megcsinálni, és utána, hogyha esetleg jó bejön a kivitelezőnek, akkor lehetne további munkákat csinálni. Igen, és anyagilag ez itt jelent? Anyagilag 600 font, abban vannak levonások. 600 font egy hónapra, vagy egy hetente? Két hetente 600 font. Kedves uram, én 3 évet lecsűrtem Írországba. Igen? Megvan a TPS számom. Mondjuk a szétveszem az lejárt, mert az is kell hozzá. Igen? Hangosnak. Azt tudom, azért meg a maga számát. Na, a TPS számom is megvan? Azt még nem tudom, a kollégák nem nézték meg, csak itt volt a magának a aktája. Meg edzhető anyagja. Még megyél, a Vikló megyében lenne? Még egyszer? Vikló megye? Mert az kb. 50 km Dublintól. Légy szíves, nézze már meg. Hogy hol lenne ez Bray? Ott is csináltam egy golf klubot. Dundalk? Az a kikötő, a Dublintól nem messze. Az nincsen 50 km, csak 20 km. Na hát most többet mondtam ennél. Csak az, hogy érdekel nem, akkor más 600 font, úgyhogy két hétre. Font? Ott euróba fizetnek. Hát ott, én nekem úgy van, fölül vagy 600 font a számítógépen. Ott van olyan 620 euró. Szállás biztosítva? Szállás biztosítva úgy, hogy le van vonva a szállás, kajára. Kaját fogjuk, azt jönnál látom? Kaját azt nem, azt is levonjuk. Mert nekem akkor tisztán 620 font marad, 620 euró marad. Na hát az magának pont jó. Mi most nem jó? Két hétre, úgyhogy 3 napot kell csak dolgozni. 3 napot? Hát itt úgy van, hogy nem lehet mizékor dolgozni, mert ott valami le van zárva valami utca, és nem lehet dolgozni. Akkor voltam már ott. Mondtam, és akkor így tudja maga, hogy le van zárva így, és a kajára visszatérve. Iszik maga alkoholt? Hát, megmondom őszintén. Hát, hogy a munka után azt a jó gíz. Akkor megbízható maga, nem lehet, úgy felmegy. Felmegy akkor maga. Bebeszélem a nyelvet is. Beszélem a nyelvet, és sőt az írangolt beszélem, mert én ott tanultam még angolul. Jaj, írangolt beszéli. De magasban, hogyha akkor munka közben nem iszik? Nem. Akkor amikor befejeztük, az esetleg, de nem. Á, inkább kaját csinálok. Jó, rendben. És valami segédmunkást tudna hozni? Mindjárt, egy pillanat. Olyan kéne, aki tud angolul, meg japánul. Japánul, hát ez nem biztos, vagy de... Vagy japánul, németül. Na. Németül? Olyan segédmunkást kéne, mert ott vannak már 3-an az embereim. Igen. És ott kéne ott tevékenygetni. Nekem van egy ismerősöm, ő is kint volt Írországban, ugyanúgy még a TPS száma, de nem tudom, hogy a Facebook azt szerintem fogják kérni, ha olyan építkezés, az nekem megvan azt a számára. Azt lehet, hogy elkérik ma, csak még itt most csak az, hogy már nekem egyáltalán elvállalja maga a munkát. Vállalom. Vállalja. És előre kellene valamennyi pénz?
mert akkor átadjuk a számlájára után úgy, hogy legalább, hogy kijöjjön, és akkor onnan levonjuk majd, és akkor alszik a árokba. Jó. Tudnánk holnap erről beszélni, mert akkor felhívnám a srácot, és aki az jobban beszél angolul, mint én, ő is ugyanúgy ács, teszélyfedő, beadagos ács. Együtt előttük kint. Hát 3 évet kint voltam. Igen? És olyan nem vitt, meg kérdezhettél? A másik srácnak? Igen, a másik srácnak. Derbadelin Gábor. Hogy hívják? Derbadelin Gábor. Üsd be, légy szíves a nevét! Őnek is megvan a PPS száma, de neki is lejárt már szépen. Az nem jó, mert itt valami lista, itt fekete lista van. Milyen fekete lista van? Hát én nem tudom azt, hogy már kint volt is valami csalással, vagy nem tudom, valami ki van húzva itt. A telemet az nincs ki, meg van még egy gyarmati gyerek itt valami. Mondja a nevét. Hogy hívják? A kollega? De... Hát Horváth Karcsi. Horváth Károly. Gyarmati? Azt nem tudom. Na. Horváth Károly. Úgy, hogy esetleg úgy, hogy összetudnánk egy olyan csapatot hozni, hogy csak gyarmatiak, és akkor megint a szállás. De viszont nekem egy ismerősen dolgozik a McDonald's-ba Dublinba. Ő asztalos gyerek. De McDonald's-ba dolgozik. De ne, hát csak a számítógép dobta ki, hogy ott van kint Írországban. Nem Horváth Péter? Horváth Karcsi. Nem Péter. Nem tudom, nem. Hogy ki az. Azt nem tudom. Na most én nem akarom hosszúra fogni a szót, akkor érzek el a munka. Igen. És akkor holnap beszélni, mert... És akkor Dublin onnan, hát a buszra elmegyek. A Bray előtt van. Tudom, hogy hol van. Persze, ott van egyből közel hozzá. Na Bray mellett csináltunk mi így azért, ott volt egy nagy építkezésünk, egy hatalmas golfklub. Jaj, azt csináltatok? Hát az összeomlott. Mi? Az Eniszkeri golf? Hát amit csináltad, azt mondták, hogy összemondta, azért dobtak ki téged. Engem? Há. Onnan? Hát a szülyeség. Be voltál piázva, azt leestél, vagy mi volt, nem tudom, valamit mondtak itt. Ki? Hát azt mondták, hogy leestél, el volt törve a kezed, de mondták, hogy amúgy... Ez emeletes hülyeség. Hát onnan estél el, azt eltört a kezed. Ez hülyeség. Nem? Nem. Na figyelj, akkor nekem most... Nekem a tírosságot semmi nem tört el. Na figyelj, most állapodjunk meg. Mennyi pénz kell előre? Nem tudom, hát figyelj, repülőjegy, igen. Igen. Meg még oda kintre kell valami árokba? Hát hogy fizettek, kétszeretne fizettek? Szerintem 200 euró elég bőven. 200 euró elég? A faszomat nem vezetnek? 200 euróig? Most akkor figyelj, Írország kurva drága, most voltam Londonba, átmentem Londonba, dolgoztam az idáig. Állandóan dögösködt szerinéni. Milyen Londonba voltál te? Hol voltál te Londonba? Cső. Ez hivatás. Bye. You speak English? Yes. You speak English? Yes. Fuck off, yes, you wanker. Fuck off, you wanker. Knock a house, people!